A Magyarországi Tájházak Szövetsége hagyományteremtő szándékkal indította útjára 2013-ban először a Tájházak napját. Céljuk, hogy Szentgyörgy napjához kapcsolódóan a tavaszi állatkihajtás egykori emlékeire, a természet és az emberek újjászületésére felhívják a figyelmet oly módon, hogy a tájházak a megszokott látnivalók mellett izgalmas, színes programokkal, kuriózumnak tekinthető egyedi lehetőségekkel várják a látogatókat. Szada csatlakozott a kezdeményezéshez, a tájházban több programmal is várták az érdeklődőket. Ma tartják először a tájházak napját országszerte. Miért tartotta fontosnak, hogy Szadán is megrendezzék ezt? Hát gondoltam, hogy miért ne próbáljuk ki. Ennek semmilyen hagyománya nincs. Nem tudjuk, hogy mennyien érdeklődnek, ha beválik, akkor hagyományát tesszük. Mert van egy ilyen dolog, hogy egy tájház önmagában egy döglött dolog. Tehát tárgyak vannak kiállítva, egyszer elmennek, megnézik, jó. De valahogy élővé kell tenni. Tehát az a jó, hogyha ott rendezvények vannak, visszatérő rendezvények vannak, tanulni való van. Belépők először kaptak 3 kérdést, amire válaszolni kellett, és az feljogosítja őket, hogy akkor körbenézhessenek. Fő attrakció az a Kovács műhely, de volt egy kis táncbemutató, énekbemutató, sütik a lepénykét, meg a görhenyt, gyöngyöt fűznek a gyerekek. Az időszaki kiállításon Gönyei Sándor Szadáról készült fotói láthatóak. Novák Lászlóné Margit, a tájház vezetője, nagy szeretettel beszélt a fotókról, hiszen azok a Szadához köthető hagyományokat és neves eseményeket rögzítették. Gönyei Sándor nagy magyar néprajzos volt, aki a 1930-as évek végén, 40-es évek elején gyűjtött és fényképezett Szadán. És ezek a képek a Néprajzi Múzeum tulajdonát képezik, és az ő engedélyükkel állítottuk ki. És majd ebből lesz egy füzet is, amit majd a szadaiak is megismerhetnek, minden család. Ellentétben egy korábbi kiállításunkkal, ami első világháború alatt készült fényképeket tartalmazott, a mostani kiállítás szereplői közül még többen élnek, és azonosítható, hogy ki kicsoda, és olyan is van, hogy híre van, hogy valaki önmagát megtalálja itt a fotókon, és ez is történt. Hány éves volt ezen a kép? 2. 2 éves. Ez akkor készült, mikor ez a lakodalmas volt. És az édesapja van ott még a széken? Nem, az a nagyapám. Már is dédpapám, nem nagyapám, hanem dédpapám. És meddig járt népviseletbe? Meddig? 20 éves koromig, akkor bekerültem, sőt nem, előbb, 18. Mert bekerültem a kínóimba, ott dolgoztam, és akkor hát a pesti lányok megszédítettek. Ki is kaptam szegény édesanyámtól. Ez a 4 kép a szadai gyermeklakodalmast ábrázolja. A gyermeklakodalom Magyarország több táján honos volt, tulajdonképpen gyerekek összegyűltek, és a maguk módján lejátszották a felnőttek lakodalmát. Ezt itt a Gönyei Sándor kedvéért rendezték meg, és abban különbözött még a többitől, hogy ehhez még muzsikust is szegődtettek. Szadán nem volt muzsikus, hogy egy veresegyházi cigány ember, aki ott muzsikál. Ezek a szadai emberek nagyon sok szép viseleti darabbal, Gönyei nagyon tudatosan fotózott, mindig kedvéért felvették azt a ruhát, amit ők kért. A férfiak a szép sújtásos huszárkájukat, a gubákat. Hajviselet is látható. A hajfonás pedig megjelent a rendezvényen is, hiszen a látogatók haját szívesen befonták úgy, ahogyan azt régen a szadai lányok hordták. A lányoknak, mivel hosszú hajuk van, ilyenkor nagy melegben jobb, ha föl van tűzve a hajuk. És ugye a fonás az mindig egy régi, ősi bevett szokás, hogy minél szebbek lehessenek a lányok. Ez a haja az éke az embernek, és a hosszú haj ugye eredendően a
jóságbőség jele volt régen, és minél szebben fel tudták a lányok kontyozni a hajukat a bálba, annál kívánatosabbak voltak a fiúk számára. És ezt próbálom a lányoknak, hogy a szép hosszú hajukból hogyan tudnak szépet csinálni maguknak. Volt a szadai konytnak valami sajátos elkészítése? Hát a konytról én nem tudok, viszont a fonás volt egy tipikus fonásuk, amikor két oldalt megsodorták a hajat, és utána középpen egy fonatba végigfonták a hajukat. Ez tipikusan szadán így szokták régen fonni a hajukat a lányok. Az ezredfordulón választották ki a jelenlegi épületet arra, hogy létrehozzák a szadai tájházat. A mindenkori munkatársak a 70-es évektől szisztematikusan gyűjtötték a tárgyakat, így alakult ki a mostani paraszti enteriőr. A vőlegény viselet az tulajdonképpen a múlt század elejétől, vagy elején, de még a 19. században jobban divatos, már Szabó mester által készített huszárkának nevezett zsinóros öltöny. A lányok fehérbe voltak, fekete harisnyával, és hát a bodos kendő ugyanúgy rajtuk van, mint korábban, és nagyon érdekes a mennyasszonyi koszorú, amit olyan becsbe tartottak, hogy utána egy díszdobozban mindig a felvetett ágy, a díszes ágy fölött őrizgették nemzedékeken keresztül, mert az nagyon nagy dolog volt, hogy ez volt a dédanyám mennyasszonyi koszorúja. Tulajdonképpen ezek a viseletek nem ősiek, a 19. század végétől, főleg a 20. század elején teljesedtek ki, színesedtek ki. Váltották föl a kendervásznat, a kendervászomból készült inget gatyát, és egyre több szép gyárban készített szövetből, anyagból, alakította ki tulajdonképpen minden falu a saját viseletét. Hát itt is, amit látunk, a nagyon szép öregasszony viseletben semmi, tehát helybe varták meg, de minden, látható, hogy minden gyári készítmény. Híres, ami itt ebben a szobában érdekes lehet, elég híres, tavaly könyv is jelent meg róla, a szadai fehér hímzés, annak egyes darabjai láthatók a sublóton, és hát a szadaiak büszkeségén a felvetett ágynak a párna végein. Ezt minden lánynak magának illet kihímezni az esküvője előtt. Mondd el nekünk, hogy mire kell figyelni a hímzésnél. Arra kell, hogy itt nem utasd, mindig így kívül, hogy itt ez a vonal ne látszon. És még mi ne látszódjon? Ez a fehér itt belül. A fehér alapanyag se. Van-e lehetőség arra, hogy a hétköznapokban tovább tudják adni ezt a technikát? Hát igen, van. Én itt az iskolában tanítottam, és most már nyugdíjban vagyok, és itt a gyerekek ezt tanulták. Most inkább ilyen szakköri vagy érdeklődés szintjén, tehát azt kell mondanom, hogy van. Most, mintha kicsit ugye reneszánsza volna a hímzésnek, na nem éppen a szadai fehér hímzésnek, mert ez egy kicsi vidék, de úgy látom, hogy elég sok fiatal próbál vele foglalkozni, nem az autentikus, a hagyományos hímzéssel, hanem a mai viseletre, a mai életnek megfelelően. De én ezt is el tudom fogadni, csak valaki csinálja, mert hogyha ezt hagyjuk elveszni, akkor az életük legszebb része fog elveszni, úgyhogy ezt muszáj, hogy tovább vigye valaki. Az egésznapos eseményen az érdeklődők kézműves foglalkozáson vehettek részt, de a lepény és lapcsánka sütés rejtelmeibe is betekintést nyerhettek. Hát ez kenyértésztából készül, lepényke, tehát kenyérlepényke. Hát ez úgy készül, mint ahogy anyáink régen, meg hát azért, ahogy most is a kenyeret sütik, kovásszal, sóval, egy kicsi krumpli pehelyjel, hogy finomabb, puhább legyen, és akkor meghagyjuk kelni, mikor jó hólyagosra kidolgozzuk, meghagyjuk kelni, és akkor
utána kisodorjuk vékonyra, akkor még egy picit kelesszük, és akkor így kisütjük, és hát ez fokhagymással, lekvárral, bármivel nagyon finom, egy kis kolbászkrémmel, egy kis éhségcsillapítónak. Ugye ez régi dolog, és ezt hát ilyen hagyományőrzéskor szoktuk csak csinálni. Na látunk itt a tálban mást is. Mi ennek a neve, mi ez a finomság? Hát ez lapcsányka, vagy krumpligörheny. Ugye régen ezt is csinálták az elődeink, meg hát azért most is csináljuk, mi is csináljuk, mert egy-egy tejás vacsorához nagyon jó. És mi van benne, miből készül? Hát ez reszelt krumpliból, lisztből, tojásból, és sóbors. Ebből készül egy jó kis alapanyag, egy kis jó összeállós, és akkor olajba kisütjük. Kanállal beletesszük serpenyőbe. Régen az elődeink tepsibe sütötték, sporheltba, de hát már ennyivel modernabb a tudomány, hogy mi már csak így sütjük, kanállal benne serpenyőbe. Nagyon népszerű volt a Kovács műhely bemutató. A tájház vezetője elmondta, hogy ma már nem dolgozik Kovács a községben. Az itt található szerszám, felszerelés Tóth Sándor kovácsmesteré volt. Hát most egy patkókészítés folyik éppen, az van folyamatban. Aztán várjuk most, hogy melegedjen a vas. Mi ennek a menete? Először is levágjuk méretre a vasat, utána elverjük a két végét, aztán beleütjük a szegárkot, és utána kiukaszgatjuk a szegjukaktak, és a legvégén húzzuk rá a kápát. A rendezvényre az egész nap folyamán több száz érdeklődő látogatott el, így valószínűleg jövőre ismét megrendezik a településen a tájházak napját. Thank you.